Sziasztok! Most a lámpák használatához szeretnék egy kicsit hozzáfűzni, illetve az én keltetőmnek a tapasztalataiból megosztani. Itt az agyaggolyó egy olyan, hát 8 centi körül, a víz sajnos nem látszik rendesen, egy olyan 6 centi körüli víz van benne, egy 2 négyzetméteres akváriumban. Ebbe két fűtőszál van, két 5 wattos, ami úgy néz ki, hogy egy nagyon picit kevésnek bizonyult, már aki szeretné 20-21 fok fölé emelni a hőmérsékletet, nekem most olyan 20-21 fokot mindig tart, de igazából lehetne csiráztatáshoz magasabb is. Mondjuk az adeniumoknak meg a plumériának nem szükséges, tehát nekem ez így megfelel. Viszont a lámpák magassága az 50 centire volt beállítva a növényektől, és most őket lejjebb tettem, már csak 40 centire vannak, ugyanis én, ahogy elnézem, ugye kikeltek itt már, mintha egy nagyon minit meg lennének nyúlva. Tehát ők is szépen elindultak a lámpa felé, és most ezt szeretném megakadályozni, hogy tovább nyúljanak, ezért lejjebb engedtem hozzájuk a lámpát, és mivel ez 2 négyzetméter és 4 lámpa van fölöttük, ugye ez is egy nagyon minit valószínűleg kevésnek fog bizonyulni. Itt a sarok az nem teljesen van megvilágítva, tehát ide még valószínűleg fog kerülni egy lámpa, és a másik sarokba is, oda hátra. Viszont a plumériák is egész szépen elkezdtek bújni. Itt már van egy-kettő, amelyik már majdnem eléri itt az üveg szintjét, úgyhogy lassan majd le is kell ezt vennem, nem fogom tudni őket betakarni. A lényeg az, hogy fűtésnek ez a műszaki adatok, amiket megadtam, ez ha valaki mondom 20 fok felé szeretne menni, az egy picit kevés, és a lámpákat is lejjebb kellett engednem, és a 2 négyzetméterre ezek a típusú lámpák, most pontosan nem emlékszem már hány wattosok megvan a jegyzetben, ezek egy picit szintén kevésnek bizonyulnak, úgyhogy még 2 fog hozzájuk kerülni.